Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor megint filmezünk. Oké, tehát akkor kettő mozifilm lesz, az egyik a Gép, a másik a Shazam 2, és akkor menjünk át a sima filmekre, amiket így otthon néztem meg. A Stalker, Gandhi, Arabiai Lawrence, a Nixon, és a Zulu. Nem ilyen sorrendben néztem meg, de így jött össze a fejemben. Jó van, oké, akkor igazából csak annyit kell tudni ezekről a filmekről, hogy hát a mozisokat nyilván azokat láttam régebben, a Stalkert is elég régen láttam, de a többi az így a közelmúltban volt, szóval van annyit tudok ezekről részletesen mesélni. Szóval, ja, kezdjünk bele. Szóval akkor a Plane, ezt egy héttel a Csizmás a Kandúr után néztem meg, és tulajdonképpen arról van szó, hogy ott van nekünk Gerard Butler, aki egy ilyen pilóta, és hát az a baj, hogy egy hatalmas nagy viharban le fog zuhanni a repülőjével, és ez a repülőn van egy gyilkos, vagy egy olyas valaki, aki gyilkosság vágyával tartóztattak le, és egy rendőr van áll, és van bilincselve ez a törvényszegő, és hát túl kell nekik élni. Valahol azt hiszem, hogy Hawaii-ról. Hawaii, onnan Malajzia, aztán onnan a Fülöp-szigetek. Japánba tartott a fon eredetileg, csak a Fülöp-szigeteknél szálltak le a vihar miatt. Egy olyan részen, ahol frakció van. Pontosabban egy nem föderáció, hanem szeparatista rendszer. Na, ezt akarom mondani. Tulajdonképpen terroristák. Így jó kis USA-san megfogalmazva. És hát akkor az van, hogy itt a főszereplőnek meg kell javítani a gépet, vagyis a jobb kezének, aki nem a stewardess, hanem a segítő pilóta, vagy másod pilótának össze kell szerelni a gépet, addig a Gerard Butler segítséget hív, és hát ez utolsóan nem tetszik nagyon, hogy ott ragadtak a szigeten, nagyon mérgelődnek, közben mindenki ki van akadva az elítélt személytől, aki szintén nagyon pipa meg minden, és hát akkor az van, hogy mivel elvileg az ember ölt, így annyira megbízik benne a mi kis főszereplőnk, hogy magába viszi, hogy legyen, aki tudjon rá vigyázni, vagy hogyha baj van, akkor ő tudja alkalmazni az ölés képességét. És hát igazából ennyi az egész film. Én azt hittem először, hogy ez egy ilyen kamaradráma lesz. Az előzetes mondjuk láttam, de ahogy én azt hittem, hogy ez a film igazából arról szól, hogy ott maradnak egy helyszínen, és várják a segítséget, miközben alkalmazkodniuk kell a környezethez, mert ha nincsen ellátva, el fog fogyni. De ez a film nem túlélő film, inkább egy ilyen jó kis akciófilm, kicsit feszültebb, meg komolyabb tempóban, tehát nem akar elpoinkodni magát, és ez szerintem egy tök jó része az egészen, mert most azon a minden film így megásnáljuk a lazom, egy poén, aztán nincsen a dolgoknak súlya, csak az akció, meg a lövöldözés, de nem, itt máson van szó. Szóval akkor itt van nekünk ez a Gerard Butler. Hát, hát jó, megy a segítségért, hogy beszélj másokkal, különben az USA az az egyik micsodájánál már, repterénél dolgoznak a munkatársai, aztán ne próbálják kapcsolatot, és meghatározza, hogy hol van. Csak rohadtul aggódom, mert tudják, hogy olyan területen esett le, ahol problémák lehetnek. És ezért küldnek egy kommandós csapatot, vagy megmentő csapatot, hogy hát nyilván segítsenek a többieken, akik ott maradtak a szigeten. Közben jönnek ezek a szeparatisták is, akik túlszorítanak mindenkit, és pénzt követelnek, ilyen mi egy csoda már az zsarolás. És igazából arról van szó, hogy van a segítőtársa, a börtönszökevény, ha szabad így fogalmaznom most így. Szóval az, hogy vele együtt kell túlélni, aztán ő is így azért beszél arról, hogy igen, ő kommandós volt régen, de rossz pillanatban ölt, a szerz miatt le akarták csukni, és lényegében azért megváltást akar lenni, hogy ő azért tudja bizonyítani, hogy aggód másokért, és fel tudja magát áldozni, hogyha kell. Tehát valami úton módon képviseli még így is a hazaszeretet, meg a biztonságérzetet, úgyhogy ő amúgy francia. Na mindegy, szóval igazából ennyi az egész film. Egy igazi popcorn mozi, és jól áll neki ez a komoly feszült hangulat, ez az, amit leginkább érdekel benne, Jabbar és tök jól alakít benne. Látszik rajta, hogy fél aggódik, meg annak a legtöbb filmben ilyen akciósok mindenkit agyonver, ebben a filmben talán két ember teszel lábbal, inkább csak, nem azt mondom, eltölt nyakát, csak így
elkábítja a másikat, meg talán azt is van, valakit lelő, de nem igazából ő rossz, ő megpróbál lefelé zaragatabb lenni ebben a filmben, és ez nagyon tetszik, hogy van ilyen nagy akciósztár, aztán úgy igazából semmi extra nem csinál, tehát nem a Leonidas játssza el 300-ból, igaz, hogy azt egy fél láttam tőle, de általában inkább akciófilmben szerepel, úgy tudom. De ja, itt egy nagyon felőzragadt karakter van szó, hát talán annyi baj, hogy nem a túszok, hanem a turisták, azok annyira nem érdekesek, meg kicsit idegesítőek számomra, vannak ilyen hiten halagúak, meg aki jössz vissza paráznak, néha meg is halnak amúgy a film alatt, amit azért elég szar nézni, de tök mindegy, de így van ez. Oké, okay, szóval igazából semmi extra nincs ebben a filmben, egyszerűen csak ez a tipikus jó old elmét megnézhet és le van tudva, de nem tudok róla vitatkozni. Ilyen túl és még nagyon szívesen nézek meg, vagy amik arról szólnak, hogy vannak emberek, akik a komfortzájukon kívül vannak, aztán megpróbálnak alatt legyobb kihozni ebben, amit ki lehet. Szóval, ja, igazából ennyi. Következő filmünk a Shazam 2, az Istenek haragja, és én semmit nem tudok a Shazam képregényekről, mert tudom Shazamról, hogy volt egy független képregény kiadó, ott még a 40-es években, és volt olyan népszerű lett nagyjából, mint Superman, a képességei nagyon hasonlította, meg a megjelenése. Na, ugyanúgy tudott repülni, ugyanúgy szupererős volt, ugyanúgy köpenyt hordott, és a hajtósistán hasonlótos volt a Shazammal, vagy a Supermannel, csak piros-sárga-fehér köntösben. És azt tudom, hogy a Disney később... A DC megvette később a jogokat hozzá, de... Addigra már a Marvel is előjött a Marvel családdal, Marvel hőssel, Marvel kapitánya, mert hogy eddig Marvel volt a neve a Shazamnak. Aztán mi arca kimondta azt, hogy Shazam, ezáltal ez lett végül a szuperhős neve, miután a DC megszerezte a jogokat és nem eddig Marvel kapitánya neve nyilván. Szóval nagyjából ennyit tudok róla, meg hogy igen, gyerekekből áll össze a Shazam, tehát hogy igazából a főszereplő kimondja a nevét, aztán becsapod a villám, és megkapja a görög isteneknek a bizonyos görög isteneknek a tulajdonság, például Zeusnak a villámját, vagy például Salamonnak a bölcsességét, és az nem tudom mit akarni, talán az Árésznak a háború szeretetét, vagy taktikáját, vagy pedig az Athénénak szintén a intelligenciája, meg nyíltsága, meg bölcsessége, stb. Nem vagyok így ilyen történelmi személy, történész, na mindegy, szóval a lényeg annyi, hogy az eredetét is hadd, láttam, de tetszett nekem, mert annak ellenére, hogy egy tipikus fiataloknak szóló film poénokkal, pohogás utalásokkal, idióta kalandokkal, mégis képes volt a film a felnövésről szólni, volt benne jó kis drámai vonal, főleg az ő meg az eredeti anya között lévő konfliktusról, a szociális problémáiról, a beilleszkedésről az új csáli körbe, és ez a szuperhős létnek a felvétele, tehát szuperhős lét, meg annak a felelősségei, ez tök jó volt, meg azt, hogy Mark Strong is benne volt, és Zachary Levi jó volt, Mark Strong is vicces volt benne, vagy inkább félelmetes volt benne, ilyen tök komoly volt, meg az, hogy James Wan, nem tudom, hogy ezt ő rendezte, de azt tudom, hogy valamennyi ez a film ki megpróbált ilyen creepy lenni, tehát amikor ott van a Mark Strong, meg azok a sötét, gonosz lények, akik őt manipulálták az egész film alatt, az szerintem tök remény volt, hogy olyan tök ijesztő megjelent, és mások a bántalmat, például az irodaház, és ezt a kevenc részt az egész filmben, nem hiszem, amikor néztem a moziban, akkor egy anyugi ki akarta vinni a gyerekeit a moziból. Na mindegy, szóval annyi, hogy a film úgy okés volt, az többi karakter idegesítő, rokkant gyerek volt, a tipikus furcsa srác, az, aki minden szuper tucat tud, de igazából ilyen tök okos, meg kedves, ott van a kínai srác, aki ilyen full nerd kocka, rage-a ugyan túl, amikor játszik egy játék, van a Dagi, aki szeret enni, van az okos lány, aki az érett, az idősebb, aki akar menni otthonról, meg van a cuki fekete kislány, aki szintén tök rendben van, csak el vannak, a család is így tök elfogadó, meg kedves, csak a főszereplő, neki ez egész ilyen idegen, és akkor érzi magát boldog, amikor szuperhős. És a film Shazam 2-ben azt mondtam ezt a képregény dolgot, mert elvileg az a kettő, vagy három, igen, görög isten nő, azok nem szerepelnek a képregényekben, vagy csak nagyon minimálisan. Szóval arról van szó, hogy van ez a három görög isten nő, amiből kettő járkál az utcán, és hát múzeumban, és van az a varázspálca, amit elvileg a Shazam varázslóé volt az első filmben, de aztán Mark Strong használt össze-vissza, és azt a Shazam kettét törte. Szóval ez egy múzeumban megtalálható, és ezt megjavították ezek a görög istennők,
ilyen igazi spártai egyenruhában jelentek meg ott, mint a cosplayerek, aztán a lényeg annyi, hogy az a céljuk, hogy létrehozzanak egy ilyen független országot lényegében, ahol a görög, az mi az ókori görög mitoszokra épülve, hogy annak mintájára élhetnek ugyanazzal a környezettel, megalkotta saját olimpuszokat lényegében. Csak hát itt is van egy konfliktus, ott van az a, hát annak kéne, hogy a görögök, hát ott van egy görögnő, vagy nem, de úgyis kettő kínai inkább, tehát görögök, de kínaiak, ezt én nem értem, miért el kell adni a közönséget, el kell adni a filmek bizonyos közönségeknek, de azért ne így, kínai mitológia, akkor nyugodtan, de görög ne, de ez csak lehet, hogy én baszakszok. Lényeg annyi, hogy nekik nagyon kell ez, csak az egyik azt mondja, hogy a fiatalabbik, hogy az embereknek pusztulniuk kell, mert én vagyok a fő gonosz, és muszáj valakit, aki gyűlöljön a néző. Szerintem jobb indok nem volt erre. És ott van az idősebb nő, aki meg azt mondja, hogy oké, mert a technológia nem szívja az embereket, de nem érdemlik meg a halált ettől még, aztán ez egy ilyen vita, és van a harmadik, akit nem látunk még. Aztán tulajdonképpen ennyi az egész. És ott van nekünk akkor Billy Batson, aki hát idősebb lett, ez rendben is van, de talán hülyébb, mint az első film, mert komolyan, tehát szuperhős, és nem tud felelősséget hozni a döntéseiért, vagy az akcióért, és még nem mondta el a szülőnek se, hogy mi van, pedig már volt rá ideje, meg tudti, hogy ha van az eltűnés, van a szuperhős, akkor ez erre a szülők se jöhettek volna, tehát valami úgy viselő film, mint valami 90-es évek végén lévő, meg 90-es évek elején lévő akciófilm, ahol mint például a kémkölykök, hogy így nem tudom, valójában lúzerek, de valójában ilyen nagyon szórakoztató neki, amikor ilyen szuperhőst játszanak meg skifiset. Szerintem még ott is a szülők tudták, hogy a gyerekek mit csinálnak valójában, de ebben a filmben nem. És arra van szó, hogy megint az van, hogy van a csaj, aki nem ugrik be a neve, aki úgy szintén a Gal Gadot csak fiatalabb, és legalábbis amikor a szuperhős ruhában van, és ő ki akar megint mozdulni, egyetemre akar járni, de mi most tette meg. Billy Batson az, mondom, megpróbál menteni a napot, ahogy lehet, de rosszul dönt, nem tudja összetartani a családot lényegében, mert erről szól igazából egy családom a Marvel családról. Van egy lány, aki nagyon tetszik, a rokkansrác, aki még most sem tudom a nevét, aztán vele próbál boldog lenni, és a többiek is csinálják maguk dolgokat, de soha nem foglalkoztak együtt össze. Nincsen meg ez a csapatias összeállás. És igazából arról van szó, hogy közben vannak itt a istennők, akik keresik a megfelelő helyet, ahol lehetne esetleg lerakni a saját civilizációjukat, vagy területüket, azt le van tudva. Igazából csak ennyi a film, nem akarok nagyon sokat spoilert, már nem tudom, hogy kellene-e. Benne van a Gal Gadot, ezt elspoilerezték, vagy el kell adni a filmet. Hát az abban a Gal Gadot, ahogy a filmnek van egy rohadt jó, nagyon jó drámai befejezés, amiatt elkezdtem volna értékelni a filmet, de a Gal Gadot megjelentés elrontotta. És érdemel kell a filmnek folytatás, de lehetett volna azt más irányba elvinni. Tehát lehetett volna akár olyan is, hogy van egy ilyen micsoda már szuperhős ellenes terrorista csoport, akik ilyen szuperemberes szuperember ellen való fegyvert találnak fel, azt fejlesztik, és valakinek meghoz áldozatot, vagy legalábbis áldozattal jár az, hogy ezt a terrorista csoportot meg kell állítani. Mert vannak annyira felkészültek mind a szuperhősök, aztán valaki feldozza magát, aztán akkor így egyre kevesebb a család, aztán pótolni kell őt a harmadik részben, ennyi lenne. De nem, ez a film kicsit ilyen hát biztonsági játék, mert nem ijesztő, nem komor, mert itt is annyi gényetem visszafejtélni, de nem annyira dura módon, mint az eredeti filmben, vagy az első filmben. A poénok se annyira ütősek, és úgy nem érzem azt, hogy a filmet meg akarom bárki csinálni azon kívül, hogy el kellett adni, meg kell pénz belőle. Tehát, míg az első esetben volt egy ilyen szentimentes hozzáállás, vagy valami valami ennyi kicsit frissebb, de legtöbb akkori tucat Marvel meg DC film, ez nem tudom. Nem mondom azt, hogy Zack Snydernek a filmjei jobbak voltak ezekkel a végtelenül művészieskedős, szinte bibliai jelenteket idéző filmekkel, de amikor ott a film komolyan tudta magát venni, és a poénkodás eltette, és tudott a fókuszálni egy kicsit jobban a sztorira, az úgy rendben volt. Mármint amikor működött, tehát a Batman vs. Superman a mai lévők egy legmegosztóbb szuperfilm. Nekem tetszik, bár tény, hogy Lex Luthor az, hogy mindig össze-vissza játszadozik, és azt se tudja valójában mit akar, az nekem mondja nem tetszik, vagy hogy nem tesz el utalásokat, és amikor nagyon nagy fordulat, akkor meg azon se lepődünk meg, mert szarul van előadva.
meg úgy igazából másik dolog, amikor ott van például a Justice League-ja Zack Snydernek, ami meg hát azért nem működött, mert túlságos volt a lassítás, mert valószínűleg ilyen dolgában mind megszólalt a kórus, még hogyha idegesítő volt az, de az érződő, nem akar annyira poénkodós, nem egy közönségbarát, hanem valami komolyabb kell lenni, olyasmi mondjuk a Watchmen például. Ha meg legyünk groteszkek és viccesek, akkor meg ott van a Boys például, vagy pedig a Suicide Squad, amit tudom, hogy szintén nem egy nagyon jó film, ami a James Gunn rendezett, de az közelebb áll szerintem az eredeti Disney elképzeléshez, mint ami szimpatikusabb lenne az emberekhez, mint ez a family friendly dolog, de több mint egy James Gunn most már a főnök, és nem tudom, hogyha megnéztem volna a Shazam előtt a Black Adam-et, mennyire jobban jártam volna-e. Szóval ez a film nagyon közepes, az eredet jobban szerettem, és ezt a fordulást inkább mellőzöm, belemelni jobban a sztoriba, de így szerintem sokat mondtam. Na jó, van akkor ennyi. És akkor itt van nekünk a Stalker Tarkovsky-tól. Hát ez a film eléggé érdekes, én nem olvastam a Piknik az Áruparton című filmet, a Stalkerből és a Shadow Channelből játszottam ki, elkezdtem a második játékot, a Clear Sky, de nem akartam végigjátszni, mert nem tetszett végigjátszni, mert annyira ment az túlélő részre, hogy nem volt benne semmi fun. Szóval ez nem a looting shootereket, ahol mindig csak pakolsz össze-vissza, és áthelyezett tudsz, és megnézed, miből mennyi van, meg hogy mit használhatsz fel, mikor, de ennél játék ez nem jött össze nekem. Tudom, hogy nagyon miről szól a könyv, van egy ismeretlen objektum, egy földön kívül hajó, kidobják a szemet, de megeszik a kaját, tovább mennek, mint ahogyan az ember eszik, piknikezik, aztán hangyák felszedik, amit fel lehet, a morzsát, ami mi vagyunk, emberek ebben a hasonlatban, vagy metaforában, és hát az a helyzet, hogy ez a film nagyon nem tesz utalást a könyvre, tehát úgy is elkérlik, mintha a könyv univerzumában játszódik, és aki a zóna közelében lakik, az tudja, mi van ott. Szóval a Zúzóról van említés, magának a Stalker világnak az eredetéről is van szó például, az anomáliákról is, de nem mondják el a tulajdonságot, nem mondják el, mire képesek. De a lényeg annyi, hogy van a főszereplőnk, egy Stalker, aki el akar indulni, hogy kívánjon valamit ott a zónában, a felesége ezzel nem ért egyet, és hát ott konkrétan a földhöz veti magát, hogy ne menjen el hisztéjében. A főszereplő nem érdekli, találkozik kettő emberrel, az egyik egy író, a másik pedig egy tudós, és hát a katonai téren át kell magukat csempészni, tehát ilyen kis vonatokkal mennek, ilyen vonatkocsikon keresztül át bújtassák magukat a katonák elől, és az egész ilyen szép kis barnás, fekete-fehér filterben van. Ez szerintem azt szimbolizálja, hogy az ipari társadalom az kiírtja az emberből az altemészetes jellemeket, és minden ilyen egyszínűvé válik unalmassá és élettelenné. És mikor meg kijutnak a zónába, akkor meg minden ilyen színes, gyönyörű, látványos, nyugtató, nem érzi maga fenyegetve annyira, pedig ez a zóna, hogy bármi lehet. Tehát a lényeg annyi, hogy ott kint járkálnak a főszereplők, és hát leginkább filozófiáznak magáról a zónának a működéséről, a kívánságoknak, azoknak a súlyáról, ha mit teljesít ez a mit teljesít a kívánság valójában, vagy csak mellékhatása ennek az egész ismeretlen objektumnak, az anomáliáknak a működéséről is szó esik ebben a filmben, meg igazából az alternatív valóságok, az elképzelések, hogy milyen életet akart volna, meg milyen alternatív kimenetek lehettek volna. Ilyen nagyon filozófiai film. Egy baj van ezzel, annak ellenére, hogy a film 2,5 óra, de is 3 óra hosszú, itt tényleg érezhető az, hogy lassú. De tényleg. És az a baj, hogy e film után van még 2 hosszabb film ennél, és ott én ezt nem éreztem, ezt a vondatottságot. Ebben a filmben olyan van, hogy például a karakter nem beszél semmit, és így 10 percen keresztül kamerázzák a helyszínt, ami rendben az operatőr jó munká vézze, mert Tarkovsky eléggé szigorúan vett ezt a filmet, talán ez egy legdrágább film, amit ő csinál, vagy talán a legdrágább.
Hát kettő operatőr kirúgott, mert nem tetszett, ahogyan ők dolgoztak. Sokszor kellett a helyszínt megváltoztatni, és elvileg, ahol a filmet forgatták, ott radioaktív sugárzás van, tehát egy radioaktív hulladék esett le az égből, tehát amikor havazik ott, az radioaktív anyag. És ez elvileg a stábban több tagot megbetegít, valakit meg is sölt közöttük, elvileg Tarkovskit is, mert valami olyan fertőzés kapott a sugárzástól, ami betegséget alakított ki, nála talán rák, nem tudom. De a lényeg annyi, hogy ez megegítette őt, meg a stábot. A lényeg annyi, hogy a film tehát nagyon lassú. Folyton beszélgetnek egymással, még ha nincs is, még hogy ahelyett elmennének előre, amit meg tudok érteni, mert ez a zóna, tehát bármikor megvan egy rossz anomáliába beléphetsz, amit nem látsz, dobálják a köveket össze-vissza, ami ilyen zsinóval van kötve, de aki nem olvasta a könyvet, annak ez csak furcsa lehet, hogy miért dobálóznak kövekkel például, vagy hogy miért ilyen meg random állatok, úgyhogy semmi előjelük nem volt, lehet az is, hogy helybéli állatok, de például van egy kobrakutya, ami szerintem magát a zónát képviselte meg annak a elővigyázatosságát, hogy el kell mennetem, mert túl veszélyes. Szóval van ilyen például jelenetben, hogy mindenki lefekszik a fűbe aludni, és jönnek meg a belső monológok, közben meg végignézik, ahogyan ilyen hulladékok, meg vízben lévő hulladékok, fémek darabjai mutatják ott a barnás vízben, és csak megy előre az egész kamera, ilyen 3 percen keresztül, vagy hogy benn vannak a zónában, leülnek valahol, és hátra a kamera, és nem beszél semmi, csak az atmoszféra. Tehát a film egy ilyen ASMR, ha úgy nézett, a háttérzajok miatt, meg a karakteres utalódása miatt. Elvileg a könyvnek gyorsabb tempója van ennél. De, ja, igazából karakterekkel nincsen bajom, 3 főszereplő van, több nincs is kibontakozva. A filmnek az intrója meg befejezés nagyon jó, azért megéri megnézni szerintem. Érdekes jelek vannak előre. Jó fordulattal lezárva. És maga a gondolat is, amit a Csizmás Kandúrnál is mondtam, hogy maga a kívánság, hogy megéri-e kívánni, vagy jobb lenne körülnézni, amink van. Szóval ez is egy tök jó téma, jó lezárása szerintem. Amit még talán tudom mondani a Stalkerről, az az, hogy maga az atmoszféra, tehát mondtam, rohadt erős. Meg az, hogy például van egy jelenet, hogy ránéznek a füves mezőn, vannak ilyen tankok. Én még ránéztem, azt hittem azok a Kurszki csatában maradtak fel, mint roncsok, azokat elszállították a film helyszínén, ami hol Ukrajnában lesz felvéve. Ugyanúgy, mint a Waterloo is például. Szóval annyi a lényeg, hogy nem. A konkrét tankokat vettek, vagy béreltek ki, azokat oda vezették, aztán terrorolták ilyen pókhálókkal, meg ilyen masszákkal leöntötték azokat. Aztán akkor így néz ki, hogy meg egy rozsásod, mert hogy az anomáliák azok elbántak ezeket, sokat durvább, mint bármilyen más hadifegyver például. Szóval jó, elég érdekes megközelítések. Maga a zóna is, ez a régi erőmű, ami beáll a homok, ázik be össze-vissza, hideg van, visszhangzik minden, sötét, tehát jól átadja szerintem, de itt tényleg itt nagyon nem törés sok minden, tehát szerintem a Sakán napjában több akció volt, meg feszült pillanat, mint ebben a filmben. Ezt hálmas, hogy ne nézd meg, mert akkor hamar elhasszom. Mondjuk a halvási problémák vannak, ahol lehet segíteni éjjel. Ja, igazából ennyi. Szóval valaki nagyon egy ilyen művészies megközelítést akar a sci-fi műfajról, ami nem a feltechnológiáról szól, lefeljebb úgy, hogy az ismeretlen részéről, amit az embert érdekli jobban, meg a tudomány filozófiája, azoknak szerintem ez lehet ajánlani. Meg az egyszerű ember megközelítése, mint a Stalkeré, vagy az írói, aki ebből akar híres lenni, meg a tudós, aki csak meg akar tudni a működését ennek az egésznek. Tehát vannak benne érdekes dolgok, de tényleg a film a párbeszédekre épül mit sem magára, látványra. Vagy ha látvány, akkor ott is inkább csak az operatőri munka, meg az atmoszféra van, nem pedig az, hogy ki mekkorát robbant például. De ja, igazából más nem tudom mondani a filmről, megéri megnézni, de mondom, ez kell türelem. Oké, akkor itt van nekünk Gandhi, a történet egyéb legmegosztóbb személye. Tehát akkor Gandhi. Bevan nektek, én sok utánézést nem tudok a filmmel kapcsolatban. Annyi biztos, hogy Gandhiról eléggé sok rosszat hallottam. Például az, hogy rasszista volt, nem szerette a briteket, ami teljesen még jogos, amennyire elbántak például Indiával, meg úgy más kolonizált területekkel, de például az afrikaiakat se szerette ott Afrikában, mert ott lett, azt hiszem, micsoda már, ott járt egyetemre, és elvileg volt megjegyzése, ilyen rasszista megjegyzése az afrikai népről, de
meg talán még az izékről is volt véleménye, a szomszédokról, a pakisztániakról. De most én nem akarom az ő személyét sérteni, semmi ilyesmi. Ezt így lorsos le akarom tudni, mert a filmben tényleg a lehető legjobb ember mutatják be. Ez azt hiszem Oscar-díjat is nyer, mint legjobb férfi főszereplő díj. A lényeg annyi, hogy ez egy 82-es film, és hát akkor az van, hogy Gandhi életét kísérjük végig. Tehát úgy kezdődik a film, hogy konkrétan őt 1947-ben megölik, mert történik ez a merénylet ellene, és akkor kapunk egy visszaemlékezést arra, hogy hol kezdődött a karrier. Tehát nem születésétől követjük az életét, hanem azt, hogy ott van Dél-Afrikában, és meg van különböztetve, tehát ledobják a vonatról a származása miatt. Ez neki nem tetszik, és elkezd ilyen béketüntetéseket csinálni az emberi különbségekről, vagy inkább arról, hogy mindenki egyenlő. És hát szavazatokról van szó, meg nem akarja elfogadni a munkát, mert miért dolgozol úgy, hogy a közösség folyton lenézik és bántalmazzák. És ez miatt megkezdik őt nagyban dicsérni Dél-Afrikában, közben a börtönbe zárják. Majd aztán visszatér Indiába is, ahol nagyra dicsérik, hogy ilyen békemozgalmat képvisel, és akkor elkezd mellé állni, apja azt találja, hogy minél többet csináljon ebből, és hát kapja a támogatóit mellé. A filmben leginkább indiai színészek vannak nyilván, szóval mind a felesége, mind a közelem barátaim, a támogatói, akik segítik a főszereplőnket. Persze benne van Martin Sheen, Daniel Day-Lewis, illetve Edward Fox kisebb szerepekben, de nem ő fogják a film legfontosabb jelenetét meghatározni. Vagy ha mégis, akkor egy jelenetük van, aztán igazából ennyi. Mondjuk Daniel Day-Lewisnak a szerepe inkább csak egy cameo, ez volt életére második szerepe, azt hiszem, moziképernyőn. De, ja, szóval a film 3 óra hosszú, jól elmegy vele az idő, tehát tetszik, ahogyan Gandhinak újabb meg újabb tervei vannak, hogyan segítse Indiát. Böjtöt tart például, azt parancsolja az embereknek, hogy vagy arra kéri meg őket, hogy aki erőszakot ne üssenek vissza, mert azzal csak több erőszakot lehet kiszülni, és akkor ebből tanulnak az emberek egyre jobban, és közben az, hogy a visszajelzések, amiket a barátaitól kap, meg a feleség közül lévő interakciók is jók, tehát tényleg annyi a baj, hogy Gandhit annyi vétő pozitívnak állítja a filmben, hogy nem érzem azt, hogy ez egy önéletrajz cím lenne, inkább csak egy hálaadás India függetlenségével kapcsolatban, amit ő provokált ki, vagy ő hozott össze a barátaival együtt. Még hogyha nem is őróla készült el az a hatalmas nagy szobor, hanem az egyik társadal, aki szerintem aláírta ezt a egyezményt, hogy a békeszerződés, meg lehet, hogy ő az, aki többet tett hozzá ez egész, és Gandhi csak megmaradt, mint ikon, akit dokumentáltak folyton, amíg élt. Szóval a lényeg annyi, hogy teljesíti ezeket a feladatokat, bejárja az egész világot, főleg híradóban, meg interjúkban, vagy ezekért cserében. És hát azt látjuk, ahogy megjelenik az ikonikus megjelenés, hogy leborotválja a fejét, felveszi a szemüveget, felveszi ezt a kötésruhát, ha így szól fogalmazom, tehát ja, igazából láthatjuk, hogy ikonnál változik át. Felsőstán egy ilyen konfliktusa van, vagy párbeszéd, ahol hát kicsit ilyen reálisabb megközelítésre veszekednek, de utána, hogy végig így elfogadják egymást, és tolerálják egymás döntéseit, vagy hozzászólását. Az olyan, amikor utána találkozik a felesége, az viszont nagyon brutális. Tehát ott megértem, melyik kapta meg az Oscar-t a főszereplő, meg azt hiszem, hogy nem is tudom. De a film zenéje, hát a film nagyon nem szól zene. Nagyon inkább a realitásra megy rá, tehát földragadtabb annyi lehet a film, a környezetet nézze. Meg ott van az Edward Fox-os jelenet vele, meg a nagy tömeggel ott, tehát egyre sokkal jelent, ami filmben láttam. Amikor a filmben van erőszak, amúgy mondok, azt jelenti az ilyen hosszú filmben, hogy amikor van erőszak, akkor van érezhető a súlya, nem az van, hogy megesnek a törnek a dolgok, és ettől monotonná válik. Tehát ott van egy jó példa az akciófilmnél, ami ilyen nagyon hosszú, például a Heat. Tehát Robert De Niro, meg az Al Pacino, meg a Val Kilmer, Danny Trejo, Tom Sizemore, felmondom az egész castingot. A lényeg annyi, hogy ott is akcióműfaj, van benne jó üldözések, meg menekülések, autóvezetések, de sok inkább a karakterekre épít. És ebben a filmben is az van, hogy inkább a párbeszédekről van szó, és még ha be is lassul a film, akkor is ott van a szép time, amit lehet nézni, és a karakterek valahogy interaktálják egymással. Amint a Stalker rosszul csinált, addig a Gandhi azt jól. Ennyi. Meg ebben Richard Attenborough volt a filmnek a rendezője, és hát ja, jó munkát végzett. Szóval ennyi bele is tudtam.
meg akkor láthatjuk, hogy hogyan reagálnak a pakisztáni meg az indiaiak egymásra, amikor megtörtént a békeszerződés, ami a mai napig amúgy egy ilyen konfliktus a határvonalak a kapcsolatban, szóval ez így a filmen jobb belemutatva ez az interakció egymással, és más nem akarom mondani a filmről, tehát az egész egy inkább egy ilyen út, legalább 50 vagy 40 évet ölel fel az egész történet. Látjuk a karaktereket öregedni, jobban ráncosabbak, fehéred el a hajú például, vagy őszül el, és jó, amit más nem tudom mondani, operatőri munkával sincsen bajom, nem siet a film, szépek a díszletek, hitelesen megcsinálták Indiának a környezetét. Szóval, ja, ez egy fasz a film, ez biztos. És akkor szerintem elváltak egy másik filmre. Na, akkor itt az időn beszélni a Zuluról. Tehát arról szó, hogy a britek 1879-ben eljutott a Dél-Afrikának arra a régiójába, ahol a Zulu nép él. És itt volt a csatározások. És hát akkor arról van szó, hogy egyik legepikusabbról van szó. Tulajdonképpen arról, hogy 100 brit katonál kell megküzdeni 4000 Zulu törzsel, törzstaggal. És hát akkor ezt a csodát láthatjuk ebben a filmben. Nem akar sokan mondani a filmben, mert oké, ez egy kultuszfilm, tehát főleg a briteknél ez egy nagy kultuszfilm. Ez csak azért, mert habár ez egy nagyon jó film, az is tény, hogy olyan sok mindenről nem akarok beszélni, mert maga a csata meg az előkészülésről van szó. Tehát arról van szó, hogy van egy ilyen pap, vagy prédikátor, aki egy lányon együtt ott van a Zulu törzsnek a házában, így fogalmazok, és hát akkor arról van szó, hogy ott ilyen győzelmi táncot aratnak, mert hogy korábban legyőztek egy brit hadsereget. És hát arról van szó, hogy folytatni akarják a harcot a britekkel szemben, és hiába próbál megbeszélni a prédikátor korábban, valószínűleg még a film kezdete előtt, vállalják így a csatát, aztán a prédikátorokat pedig elküldik, hogy elmenjenek a legközelebbi táborba, ahol a fiatal Michael Caine van legelső film szereplésében, illetve Jack Hawkins, akit majd egy későbbi filmben is majd említeni fogok. Szóval az van, hogy ott összegyűlnek, és említi prédikátor, hogy jönni fognak ezek a Zulu nép, ez a Zulu nép jönni fog, aztán az Isten nemében megkéri őket, hogy meneküljenek el, mert nem fogják túlélni, és hát a sereg ezt nem veszi komolyan ezt az állítást, és hát megpróbálnak ott maradni, aminek az lesz a végeredménye, hogy összekészülnek a csatára, és hát várják a Zulu népet, és akkor láthatjuk a taktikát, amit alkalmaznak. És ez a film a legjobban, hogy ott van a Zulu nép, és nem buták, nem az van, hogy nincs meg a technológiájuk, és így turallalok, meg nincsen nyíltak, nem nyíltak az új technológiára, hanem ki akarják ismerni az ellenfélnek a működését, és a briteknek a működését, a taktikájukat, meg a technológiájukat, és megpróbálják azt elleni fordítani, vagy átverni őket, annak ellenére, hogy övöké a fejlettebb fél. Szóval, igazából először az egész film, hogy van ez az apró tábor, és ott van 100 ember, aztán láthatjuk, hogy interaktálnak egymással, tehát ott van például a Stanley Baker meg a Michael Caine között lévő párbeszédek, vagy inkább viták, hogy a Michael Caine ilyen nagyon profi, edzett tábornok tartja magát, akit nem lehet átverni, és ott van Stanley Baker, aki meg tulajdonképpen egy olyan karakter játszik el, aki a briteknek egy ilyen mérnöke, és ért a taktikához is. Szóval az van, hogy ők ketteni kitalálják, hogyan álljanak be a katonák, milyen pozícióban, meg hogy mikor lőjenek, és az zulujék megtanulnak az ellenségből, aztán megszívhatják a főszereplőket. Szóval igazából ennyi az egész film, nem akarok sokat róla mesélni, mert maga a csata az nagyon epik, erről van szó. Tehát hogyan behatolna például a zulujék, milyen károkat okoznak, milyen lövési módszereket használnak fel a britek például, amikor a Henry Martin puskák újra tölti, miközben a másik fele pedig előre megy, hogy aztán lőjenek, és eddig folyton váltakozik például. Korusének, amikor utolsó család készül fel, is ilyen tök epik, ahogyan a Zulu nép énekel, ahogyan a britek is tolják a dolgokat. Pontosan nem britekről van szó, mert oké, a brit birodalom, de nem angliaiak ezek a katonák, hanem versziek, és versi dalt énekelnek, akcentussal együtt, minden más. A baj, hogy ezt a YouTube-on láttam, de egy olyan verziót, ahol a férat ugyan hozzáad adva, nem fordítóval, tehát ezt valaki rendesen lefordította, de olyan minősíthetetlen módon, tehát ilyen van például, hogy nem minden szóval lefordítva, mert nem érted az akcentust, vagy pedig az, hogy kisbetű, felirat, aki az már vesző pont, felkiáltatott egy ilyes élek nélkül van ez egész, nem emelkül beszélni, hogy ki mikor beszél, mondatok nem érnek véget, minden kisbetű van leírva, tehát nagyon ilyen egyhangú az egész, és a legrosszabb legyen gyűlölök, hogy
amint véget ér a szöveg, akkor nem kapcsol ki a felirat. Tehát ugyan megmarad az a szöveg, amit utána mondtak, és vagy pedig a következő jön utána, amit még nem mondanak el. Így el van kicsit már spoiler, ki mi fog mondani, vagy mi az a reakció valamire. Szóval, ja, igazából ennyi a bajom a filmmel, tényleg az operatőr munka helyén van, a filmben nagyon nem szól zene, a pont van a betét dala, és kb. Ennyi amúgy. Tehát van egy-két dal a filmad, de ez is inkább a körülményekre megy rá, nem pedig a cinematik élményre. És, ja, más nem tudom mondani a filmről, rohadt jól van fényképezve, a csatáján nektek nagyon kepények vannak, nagyon, nagyon jól vannak megcsinálva, meg talán azt mondom, nem mindenki oda a szimpatikus, például az a Huki nevű srác, nos, neki az a baja, hogy nagyon magával foglalkozik az egész film alatt, és ezt meg is úszta mindenféle probléma nélkül. Igazából ennyi, mindenki is összedolgozik, amilyen lehet kihozzák a maximumot, például az a veterán, vagy nem például ez a sérült katonak így be akar a fásítani a lábát, nem sikerül, és hát egy boton járkál igazából, és közben másokat agyon szurkál a Harry Martiniével. A csata jelentek, mondtam túl, meg amikor bejönnek az úrok, és a közalci jelentek is fel vannak végig egész jól, tehát amennyi akkor el tudta adni, de így is hitelesen, mint amikor valaki megszúr valakit ki, és aztán ömlik a vér, és be a kamerába is, mert az úgy menő. Ez a film nem csinálja ezt, megpróbál olyas, mint a, megint felhozom a Vattelon, meg a háborús béke, hogy úgy lesz, hogy minden jelent a film, hogy egy ilyen olajfestés lenne, tudjátok, ilyen vízfesték részletekkel együtt. Teljesen remélem ebből a szemszögből a film. Mondjuk a vicces, hogy ott van az Zulu hadsereg, akik hát nyilvánvalóan úgy néznek ki a környezet, mert ez volt nekik az alapinspiráció, a briten meg ott van a piros, élénk pirosban, fehér sisakkal. Szóval ezek nem fognak stealthelni, de ja, amúgy egy izgalmas filmről van, szóval amit a mai napig megéri megnézni. Jó van, akkor Nixon és Anthony Hopkins, meg a Watergate. Ez egy film, amit Oliver Stone rendezett, és kiadtak 1995-ben. És 3,5 óra hosszú a leghosszabb vágás belőle, ezt nem kell elfelejteni. Na de, komolyra véve a szót. Hát igen, ahogy mondom, Watergate. Nem csak erről egy dologról szól, mert ott van az Elnök emberei című film. Azt még nem láttam, de őszintén mondva érdekel engem. Lehet, hogy meg fogom valamikor azt is nézni. Azon, hogy ezeket a filmeket, amiket eddig láttam, azokat interneten néztem meg. YouTube-on, vagy pedig videán. És ez is egy videás film. A lényeg annyi, hogy nem szép minőségben, nem tudom, 360p volt talán. Szóval annyi, hogy ezt a filmet kétszer néztem meg egymás után. Egyszer megnéztem az eredeti magyar szinkronos verzió, meg volt egy bőde verzió, ami 3,5 óra hosszú, amiben van egy-kettő ilyen angol felirat, amiben van egy-kettő angol rész felirat nélkül, de tulajdonképpen Nixonnak a karrierről van szó. Úgy kezdődik el a film, megtörténik a Watergate botrány, és hát Nixonék azt vitatják, hogy most mi legyen, hogy tudják ezt eltitkolni, vagy tudnak-e valamit ezzel ellen tenni. Közben benne van még a filmben Paul Sorvino, meg Ed Harris, illetve James Woods is. Biztos volt már színész, hogy igen, Madeleine Kahn, ő is benne van, mind ismerős arc. Hát más úgy nem ugrik be. Na jó, szóval az van, hogy ez a visszaemlékezés elkezdődik lényegében, hogy ott vagyunk például a 60-as választáson, amikor a John F. Kennedy választja meg, de Nixon ott volt, mint jelölt, aztán ott megpróbált felvenni a versenyt a JFK-jel, de nem sikerül neki, mert nagyon ideges, mert nem tud rendesen aludni a film szerint a választás előtt például. És akkor azt látjuk, hogy a felesége milyen a viszonya, hogy ő neki nem a politika számít, hanem az, hogy kapjon egy szerető férjet, aki kiáll mellette, aki tudna neki segíteni, de Nixont a versenyzés érdekli, mert gyerekkorában belenevezik azt, hogy ő legyen a legjobb, ő küzdjön mindig, és hogyha el is bukik, akkor is álljon fel, és ez akkor csinál, hogyha az elnökösködés az neki eléggé nehezen megy, vagy pedig problémásan, inkább így fogalmazok. A film foglalkozik a vietnámi háborúval is, hogy miután a Kennedy után megválasztott elnökök neve nem ugri be, hogy ő hogyan cselekedett, meg hogy lényegében ő adta át a felelősséget a vietnámi háború, ő adta át igazából a vietnámi háború Nixonnak, ott 68-ban, vagy 69-ben, és akkor látta, hogy Nixon hogyan küzdnek a vietnámi háborúval, tehát a kambodzsai lebombázásról van itt szó például akkor, a Mao Tse-tunga való, meg a Brezhnyevvel való békes kikötés, meg a vietnámi háború lezárása, az, hogy a fiatal értelmiségiek, meg hippik hogyan reagálnak az ő létére, meg az ő döntéseire, meg milyen foglalkozás, nyilván a Watergate ügy, amikor ügynökök elküldése volt a Watergate hotelba, és hogy lenyomozni
Poloskával ki mit beszél, ez is egy ilyen fontos rész volt az életére, meg úgy a film is ezekkel foglalkozik. Leginkább azt tetszik a filmen, hogy ez nagyon rossz hasonlat, tudom, de például ott van a bukása az Adolf Hitlerrel, hogy az, hogy van egy nagyon nem szimpatikus személy, és valami próbál humanizálni, és össze tud jönni. Így valamennyi szimpátiát kimutatna, de ez nem változott a tény, hogy ki is volt valójában. Nos, a Nixon nem volt annyira rossz, mint Hitler, bár tudom, hogy van olyan, aki azt mondja, de a lényeg annyi, hogy itt is azon, hogy van egy ilyen karakter, aki egyre paranoiásabb és stresszesebbé válik az élete, ahogy megy előre a cselekménnyel, meg az életével, meg a döntéseivel, és azért látod, hogy nem oldalt, hogy nem ilyen volt alapjáraton, csak egyszerűen a körülmények ezt váltották ki benne. És ez az, ami tetszik a filmben. Például egyik legyen egyáltalán a filmben, amikor ott van az Abraham Lincoln szobornál, hogy valami gondol megosztjon, vagy hogy így idézőben ilyen szimpatias módon, hogy kérjen tanácsod a szobortól, a nagy bölcstől, és akkor megjelenik mellette a csomó fiatal, és elkezdenek egymásra beszélgetni, és ez a párbeszéd az tök érdekes. És ez azt mondta, hogy Nixon nyílt volt az olyan vitákra, amikben nem értetek vele egyet, de legalább nem fért a néptől. Vagy legalábbis anya nem mind, ahogyan azt más elnökök ábrázolták, akár filmben, akár valóságban, csak hát mindegy, csak annyi, hogy ő azért megpróbál beszélni, csak jöttek a nyaralt testőről, de nem azért, hogy ez varják ő az értelmiségieket, hanem azért, mert hogy gyűlése volt máshova is nyilván, mert elnök. Szóval, ami még úgy a filmben rendben volt az operatőri munka, meg olyan szólnak ez a hatásvadás stílusa, hiszen nem jól lehet tudta találni, nem volt kínos, nem egy ilyen szürreális baj, például ilyen random flashbackek vannak gyerekkorát, amik annyira nem közöttek a fecsemélyet, csak az, hogy ez a maximalista hozzáállása miért ilyen meg olyan, meg ezek a fura álomképek, amikor így képzelőjével a főszereplő már idegeségben és stresszében, de így beleürül abba, hogy mindenki utálja Nixont, és úgy gondolja, hogy nem is a döntés miatt, hanem mert kell valakinek gyűlni, és hát maga Nixon, vagy egy nagyon jó jelent a film végén is, amikor ott van a John F. Kennedy-nek a festményénél, és akkor mondja azt, hogy valahányszor rád néznek, az emberek azt látják, ami akarnak válni, de amikor rám néznek, azt látják, akik. És ezt szerintem a filmnek a legmélyebb pillanat, és talán a film üzenete is, meg Nixonnak a léte. Így összefoglalva a dióhéjban. Az a baj, ez a film 3 óra hosszú, és ha bár nekem nagyon tetszett a film, nem mondta meg egy percét se, az tény, hogy olyasban nem tudom mondani. Nyilvánvalóan ott vannak a Babydet emberek, meg a Kuba ügy, meg a barátai, akik az ilyen korrupciós ügyekbe kisegítették őt, meg le tudtak tagadni, vagy nem lehet tagadni, hanem tudta csillapítani a felkeltésekkel kapcsolatban, a média kezelése például ott van még. Meg hát persze a családi élet, meg a házasság megromlás. De nem volt konkrét válás, de nagyon közel voltak azok a pontok a filmben, főleg amikor Nixon-i volt. Meg azért, amikor felhozza atombombát, hogy végetes ez a vietnami háborúnak. Lehet, hogy poénak szántad, de a többiek reakciója az sokkal mélyebbeket árulnak el Nixon személyiségéről, tehát jobban ismerik, mint ahogyan azt a néző gondolná. Igazából ez egy jó Oliver Stone film, hasonló felfogása, meg stílusa készült el a korábbi film, a JFK nyitott dosszié, és amit meg fogok nézni. De azt szerintem csak a sima 3-sílulás verziót nézem, mert nem még a bővebb verziót, ami ki tudja milyen hosszú lehet, ha van belőle. Én megnéztem Nixonnál mind az eredeti, mind a hosszabb verziót, és tudta, hogy a film a videó befejezése után újra fogom nézni. Bár lehet, hogy a JFK-nél elkezdem, hogy a kétszer álltam Nixon, akkor a JFK-kel kétszer megnéznem, de nagyon tetszik nekem a film. Anthony Hopkins meg rohadt jól alakít benne. Tehát oké, nem úgy néz ki, mint Nixon elnök, de maga, ahogy előadja magát, a karizma úgy átjön szerintem. És hát jó, hát Anthony Hopkins, mit mondjak, mindig jól alakít általában, tehát nem tudom, mikor alakított ő rosszul. Volt a másik, ami egy Oscar-díjat kapott tavaly az apa, ahol egy demenciás öregembe játszott el. Az is egy tök jó alakítás volt, mindig mondja a Hannibal Lecter, ami úgy rendben van, de azok is más karakter játszott el. Például ő volt például Pierre, a háborús békesorozat, 70-es évek, az Elefánt Nemben, amiben láttam, talán a fiatal Anthony Hopkins például. Na mindegy, szóval teljesen rendben van ő, és a többi színésszel sincsen baj. A James Woods egy ilyen mindig kiállok mellette, mindig igazad van főnök karakter alakít benne. Akkor ott van Paul Sorvino, aki sokkal inkább egy ilyen főnök, nem főnök, hanem ő az a barát, aki azért elmondja neki, hogy mi a probléma. Főleg attól, hogy Nixon hogy érzi magát ettől, vagy hogy mi az már?
kifejezi a nem egyetértését. Tehát ő az egy kicsit kritikusabb áll hozzá Nixonhoz meg a döntéséhez, de nem úgy, hogy Nixon kényelmetlen érezze magát. Egyenlőtt van, amikor komolyban összevesznek, de úgy összességében ilyen komolyabb barátságról van szó. Szóval jó, a film nekem nagyon tetszett, ezt mondtam korábban, ennek a hármaját én nem éreztem meg. Az tény, hogy akit a politika annyira nem érdekel, meg az USA történelme, az lehet, hogy ezzel a film unatkozni fog, de engem le tudott kötni, és az a három óra nekem komolyan mondom, hogy 10 percre érződött. És akkor itt az utolsó film, talán a legnagyobb film mindegyik közül, ez pedig nem más, még pedig az arábiai Lawrence. Ez a film konkrétan a Dűne, mielőtt kijött volna a Dűne. Mármint szerintem még a könyv előtt jött ki, meg a David Lynch féle adaptáció előtt. Szóval ez egy 62-es dráma, háborús dráma, és ha ez valószínűleg még egy dolgoz fel, úgy mint a Zulu például, meg a Nixon. A lényeg annyi, hogy arról van szó, hogy itt van nekünk T.I. Lawrence, aki ott Egyiptomban tevékenykedik. És hát Egyiptom régen az Osztán Birodalom része volt, de a britek elfoglalták, és ott van Kairóban, és ott térképeket rajzol, vagy fest egyik munkatársával. És hát Lawrence egy eléggé beképzelt narcisztikus alak, volt erről rengeteg feljegyzés a mai napig, meg amúgy is a személye vitatott, hogy ő valóban hőse vagy csak szimplán uralkodót akart játszani, de a lényeg annyi, hogy olyan megbízatást kap, hogy el kell mennie az arab felkelés területére, valahol Kelet-Törökország, de inkább Szíria meg Irak határa. Szerintem kb. Az, hát olyan fogalmazok már, tehát Irak alatt van azt hiszem Szíria, és Szíria van Irak, igen, azt akartam mondani, de lényeg annyi, hogy valahol nagyon Kelet-Törökországra van szó, tehát bőven ott van már a Közel-Keletben, mert hogy volt ott egy herceg, akinek a neve nem ugrik be nagyon. A herceget úgy hívták, hogy Fejszál, és őt Alec Guinness játszotta el. És ez azért nagyon bizarr, mert hogy volna a film egy kimaradt jelenet, ahol tisztán hallható Alec Guinness, hogy megpróbál ilyen arabos akcentusra beszélni, inkább Alec Guinness hallom belőle, és valahogy nem tűnt fel nekem a film Alec Guinness, mert csak Obi-Wan-ként láttam, és jól ki lett maszkírozva, tehát az arcszövezet, amit kapott a szerepre, az tök hiteles volt. Igen, ezt a jelenet utolraktam bele, szóval amit még akartam utolra mondani az az, hogy Jack Hawkins benne van a filmben, aki a Zulu-ban is benne volt szintén, meg hogy ebben a filmben arábiai Lawrence-nek, vagy Aurence-t, mert így becézik az arabok, tehát támogatja a tetejét, miután ő bevallotta, hogy mik is valódi céljai, és ezt úgy teszi, hogy történetesen nem mindig érti, amit a főszereplő el akar érni. De mivel tudja, a szándék az jó, így hát kiáll mellette. Na jó, vissza a rendes kibeszélésre. Függetlenül akarja tenni bizonyos területeket Törökországtól, vagy az Oszmán Birodalomtól, és ő eleve az iraki herceg, ha úgy nézzük, és ők eleve jó viszonyban vannak a britekkel. Szóval az van, hogy el kell mennie oda, felmérni a környezetet, beszámolni a dolgokról, de maga Peter O'Toole, aki játssza Lawrence-t, neki ilyen, hogyan fogalmazzak már, megsajnálja ezt a népet, ezt az arab törzset, hogy mennyi el van a maradva technológiailag, mennyire rossz kömények között élnek, meg hogy mennyi el van a szegényedve, és megpróbál neki segíteni, amennyire lehet. Az út alatt valami törökkel találkozott, aki elkísérte, hogy merre kell menni, őt viszont megöli a film második főszereplője, a Sheriff Ali, azt hiszem így hívták, és hát elmondta azért, mert hogy az ő kutyába ivolt, ráadásul török is volt, és hát nincsenek jó viszonyban egymással, ez persze nem tetszik Lawrence-nek, de végül megérkezett a területére. Jaj, kicsit hülyén kezdtem itt is a filmnek a történetét, de a lényeg annyi, hogy ez a karakterek közeli barátságot ábrázolja. Hogy ez a ellentétes viszony hogy tud kiformálni. A film majdnem 4 óra hosszú, 3-40 perc, lehet, hogy én a bővített verziót láttam, ezt is videán néztem meg, 720p-ben, és volt egy jelentek, ahol angol beszélte félrat nélkül, szóval valószínűleg bővített verziót láttam, vagy pedig, hát nyilván bővített verziót, csak az, hogy az USA-ban kiadták ezt a verziót itt teljes egészségében, meg Britanniában mondjuk, de például itthon hát megváltak 3 órára, amit mondjuk teljesen érthetsz, 3 órára ki fog végigülni moziban. Ki, hogyha az ír, komolyan a szót, tehát el kell menniük valamelyik északi területre. Libanon, igen, az, ami így Szíria meg Irak között van.
mert hogy a Kabul valami ilyesmi területre el kell menniük, mert az hatalmas segítség lehetne a brit birodalom számára. És olyan látjuk, hogy ezek a nagy sivatagon végighaladnak, és olyan tudja mutatni a hűségét az arabokhoz a Lawrence-ünk, hogy az egyik tag az hátra maradt lényegében. És ő megfordul, Sheriff Ali reakció ellenére, ő visszafordul és megkeresi ezt az embert, és hát felkapja ott a plusz 50-40 fokban. És akkor minden visszatér, elismerik őt, és befogadják, mint igazi arab tag. És akkor találkozik egy másik törzsel, akinek a vezetője nem ugrik be, de ő nagyon, de nagyon régi. Tehát eleve ezek az emberek a nagyon leragadtak a középkorban, de ő még annál is régebbi szolgásokban van. Tehát ő annyira technofób, hogy szinte minden elektronikus eszközt azt így démonizálja, ha úgy nézzük. Szóval annyi, hogy ez a két törzs összehaverkodik egy kisebb agresszió után, mert itt is az, hogy kútból ivott a Peter O'Toole, tehát Lawrence, mint megkapta az arab ruháját. És hát az van, hogy vagy Benduit, valami ilyesmi, valami népi ruha ott a közel-keleten. A lényeg annyi, hogy a két törzs végül összehaverkodik, arra hivatkozva, hogy valójában ez az öreg törzsfőnök, ő mindvégig meg volt fizetve török pénzzel. Csak ezt neki senki nem magyarázta el, vagy pedig a pénz az az érték, amit kapott, az sokkal nagyobb is lehetne, csak az az érték, amit kapott, az annyira kicsi, hogy szinte semmi. És ennyiben sebe nézik az arabokat, az ő civilizációjukat, úristen, civil, na mindegy. Tehát arról van szó, hogy eljutnak oda Jordániának a legaljára, ahol van az a kikötőváros, azt ott meghódítják, elveszik a törököktől, és akkor oda mehetnek a britek akár az izéért, hogy onnan hozzanak szállítmányt át, meg az elve nekik ilyen taktikai előnyt jelent az oszmánokkal szemben, és ő elmondja a sikereit, miután visszatér Kairóba. Egyik társa magával viszi, egyik fogadó gyereket, ha úgy nézzük, és hát elmeséli ott a többiekkel, hogy mi történt, és hogy mit tartott neked olyan saját, tehát elvégre felmérni kell, vagy területnek ellenére, hazajön homokkal, izzadva, tele sebekkel, és az úton még embert is kell tölni, ami miatt borzasztóan rosszul érzi magát. De a lényeg annyi, hogy ő mindent tesz az arabokért, az ő szabadságukért, meg hogy felgyenek az új világgal szemben. És akkor még meséljen tovább a filmet, de nem akarom, így is sokat mondtam el a történetéről, mert oké, tehát úgy az a helyzet, mint mondjuk a Dűnénél, hogy nagyon a sivatagi környezetre megy rá, a különböző kultúrákra, a technológiai eltérésekről, az elnyomottak meg az elnyomókról. Csak azt, hogy van ez a Lawrence, hogy szimpatizál ezekkel az elnyomottakkal, akik a saját nemzetet akarnak létrehozni. Csak abban ez a nemzet, ők nagyon nem tudnak összedolgozni, mert kultúrás eltérése, meg talán a vallás kezelése az így náluk így eléggé komoly dolog, és hát megpróbálja ezt az egyensúlyt fenntartani. Meg nagyon jó harcosok, ez tény, tehát velük könnyen lehet csodákat nyerni. És lényegében Damakuszik felküzdi magukat, ahogyan a történelemben, mert lényegében azon vonalon mennek, ami határszab Szíriának, Jordániának, Izraelnek, meg Iraknak, és tulajdonképpen ennyi. Lawrence a cselekmény alatt tesz jó meg rossz dolgokat, de a filmben olyan megítés lesz, hogy ő egy véreskezű gyilkos, amit már a filmben van is bizonyíték, és ez egy ilyen jó kis tudás arra, hogy mennyire megosztó a személyisége a mai napig amúgy, vagy amiket tett. Szóval ez egy hosszú film, egy komoly kalandfilm inkább. Egy emberről, aki jót akar tenni, de megváltozott a háború alatt az eszméje, a szemlélete. Hasonló, ez a film lényegében az apokalipszis most, még miért ki van az apokalipszis most, mert az is hasonló volt, hogy volt a Willard, aki, hát oké, ő valamennyi már nyíltabb volt a háborúval, meg annak a világával, de mikor visszatér, úgy még rosszabbul jár, mint a film előtt tulajdonképpen. Őrzés a megőrzés folyamatban is valami hasonló zajlik. Barátainak ez nem tetszik, vagy furcsa ebben ezeket az a döntéseket, stb. Szóval nem csak a film Oscar díjat kapott, nem egyet. Tehát talán ez a film rendben, de Oscar díja, ami mielőtt Titanic elnyerte volna, de a film zenés nagyon szép, az operatőri munka, és főleg amikor a filmen felkér a nap, gyönyörű, meg ahogy csak mennek előre, végigfényképezve a sivatagot a különböző hegyeivel. No, tehát mindegy, éreztem azért a hőmérsékletet a tévén keresztül.
Szóval, ja, igazából ezek voltak ez a jó pár film, azt hiszem hetet mondtam el, így össze kell számolnom, tehát volt a Gép, a Shazam, a Stalker, volt akkor a Gandhi, Zulu, Nixon, meg akkor még az Arábiai Lawrence. Hát, amit legközelebb be fogok nézni, terveim szerint, az kettő, vagy három film inkább most. A JFK nyitott dosszié, a Elfújta a szél, meg a Fiatalság szépségei, ami elvileg egy 6 óra hosszú olasz dráma. Szóval nem tudom, mi van velem, de ezek érdekelnek. Még a Gettysburg, mint plusz negyedik szerintem, ami még egy 4-es óra hosszú polgárháborús film. Ja, hát legalább van valami, amiről tudok beszélni legközelebb. De ja, addig is sziasztok!